Szócska Miklós látogatása a 16. kerületi szakrendelőben. Szócska Miklós, az egészségügyért felelős államtitkár látogatott március 3-án a 16. kerületi szakrendelőbe. Az eseményen részt vett Szatmári Kristóf államtitkár, parlamenti képviselő, Kovács Péter polgármester és Csomor Ervin alpolgármester. A látogatás célja az volt, hogy az államtitkár megismerkedjen az aznap működésbe lépett új egészségügyi tájékoztató rendszerrel, melyet dr. Kis Marianna a szakrendelő igazgatója mutatott be. A számítógépes hálózati kapcsolaton alapuló új információs csatorna az Orvos Válaszol nevet viseli, és a szakrendelő sokak által használt honlapjáról www.szakrendelő16.hu érhető el. A lényegét tekintve a kerületi lakosok a programban résztvevő nyolc különféle szakterületű orvosnak tehetnek fel kérdést a saját egészségügyi problémájukkal kapcsolatban. A rendszer szigorú adatvédelem bástyázza körül. A kérdés csak a kiválasztott szakterület orvosa láthatja, és a kérdés a választal együtt 60 napon túl automatikusan törlődik. A programban résztvevő orvosok egy-egy tabletet, táblaképet kaptak, és ezen írják meg szabadidejükben a választ a feltett kérdésre. Ha egy napon belül nem készül el a válasz, akkor a rendszer figyelmezteti az orvost, hogy megválaszolatlan kérdése van. Az orvos válaszol programot a helyszínen ki is próbálták. A szakrendelő igazgatónője tett fel egy kérdést a saját adatait, tajszámát és e-mail címét felhasználva, ami nyomban megjelent a hátsó sorban ülő orvos táblagépén, és fél percen belül már a kérdező e-mail fiókjában volt a válasz. Az államtitkár kimagaslóan hasznosnak ítélte a helyi ötlet alapján kidolgozott új rendszert, ami sokkal biztonságosabb és szakszerűbb, mint a közösségi oldalakon egyre jobban terjedő, bizonytalan színvonalú orvoslás. Mint elmondta, példaértékű ez a kezdeményezés, és jól illeszkedik az OEP rendszerében most működésbe lépő beteg előéleti adatbázissal, amelyből a biztosítottak kórelőzménye is megismerhető az orvos számára.